Sziasztok, Szabi vagyok a Pék, itt vagyunk a Mind Megette stúdiójába. Ez a Mini Pék Suli Szabival. Ezek azok a videók, ahol megpróbálok válaszolni a feltett kérdéseitekre. Ma azt kérdeztétek, miben érdemes kenyeret sütni az otthoni sütőtökben. Három dolgot szeretnék ma megmutatni nektek. Ebből a legegyszerűbb, akár egy otthon található kőlap, ezt is tudjátok használni, ami nem mázas kerámia, hanem kőlap. Boltban kapható, kifejezetten kenyérsütésre is alkalmas sütőkő, aminek a mérete 6-8 mm-től indul, de akár a 3 cm vastagságot is elérheti. Minél vastagabb egy kő, nyilván annál jobb, de annál nehezebb felfűteni, tehát sokkal hosszabb ideig tart, mire fel tudom fűteni ahhoz, hogy rajta a kenyeret meg tudjam jól sütni. Én azt gondolom, hogy ennek alternatívája ez a pizza vas, úgynevezett pizza vas, vagy kenyérsütő vas, hiszen ezen a pizzát is csodálatosan meg lehet sütni, sokkal-sokkal gyorsabban lehet felmelegíteni, és sokkal jobban tartja egyébként a hőt is. Amit viszont én a legjobban preferálok, az a vaslábos. Ennek a vaslábosnak az a lényege, hogy berakom ugye a sütőbe, felforrósítom 250 fokra, majd miután elérte a hőmérsékletet, a kenyeremet közben egy sütőpapíron előkészítettem, akkor kiveszem, és a sütőpapír segítségével belehelyezem a vaslábosba a már megvágott, megkelt kenyeret. Utána visszateszem a fedőt, és beteszem a sütőbe sülni. Ilyenkor körülbelül 250 fokra állítom a sütőmet. A tésztában lévő nedvesség elkezd kipárologni, és ezáltal meggőzöli gyakorlatilag saját magát. Ettől egy nagyon-nagyon szép kéreg lesz majd a kenyéren, fényesebb lesz a kenyerünk, és sokkal nagyobb térfogatot tud növelni. A hőfokot általában 20-25-30 perc után érdemes lecsökkenteni, addig megóvja a nagy hőtől, ekkor le kell venni a fedőt, hiszen a gőzre csak a sütés első szakaszában van szükségünk. És utána pedig körülbelül 220 fokon készre lehet sütni a kenyeret. Abban az esetben, ha nem vaslábost használtok, hanem vagy követ, vagy ezt a vaslapot, akkor gőzösítenetek kell. Vannak olyan sütők, amik alkalmasak már arra, hogy gőzt adjanak, de ha nincs, akkor jöhet a jól bevált jégkocka, amit bedobtok a forró sütőbe, vagy egy lábos, amit üresen beteszel, és amikor betetted a kenyeret, akkor alá beleöntöd a lábosba a vizet, és azonnal becsukod az ajtót. Foglaljuk is össze. Három dolog van mára, a sütőkő, a sütővas és a vaslábos. És ami nagyon fontos, a kenyér mozgatásához a sütőpapír. És mindig óvatosan, mert akkor már nagyon meg van kelve.